örömmel látom a csapatot újra. És remélem, hogy ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Tehát, hogy ha jól emlékszem, akkor 2 héttel ezelőtt rajzoltam nektek külön, ezt viszem az eszközt, tehát nem kell aggódni. Tehát rajzoltam nektek, ha visszaemlékeztek rá, ugye itt volt ugye a búzaszem, mi volt a lényeg? A lényeg az volt, hogy ugye kialakul a gyökérrendszer, ez a talajszint, amit most ide húztam a csapatnak, és addig jutottunk el, hogy megbeszéltük, hogy a gyököcskéből mi lesz. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Úgy látszik, hogy ez a távirányítás nem fog működni, majd futkároznom kell a tábla és a számítógép között. Ott hagytuk abba a múltkor, ezt már mutattam, és van egy ilyen kis pálcikám. Hát, hogyha megnézzük, tehát azt beszéltük meg, hogy van a főgyökérrendszer, meg van a mellékgyökérrendszer, és ugye ebből a gyököcskéből mi alakul ki? Tehát, ha visszaemlékeztek rá, ugye az volt a helyzet, és az volt az izgalmas dolog, hogy ugye itt vannak gyökérágak, ezek a gyökérágak a gyököcskéből, és visszaemlékeztek rá a mezokotil részből, tehát az embriónak a szikközepi mezokotil részéből járulékos gyökérként jelent meg. Ezek voltak az elsődleges primér gyökérképződések, és most a mai alkalommal itt húzok egy ilyen keresztet, itt is volt valami, ugye itt is volt valami, hogy nézett ki? Ez az, tehát a Darth Vadernek a hajója volt, ugye a borsó szem, ahol itt is megcsináltuk, hogy a főgyökérrendszer már kialakult, a két hatalmas nagy ciklevél, és akkor gyakorlatilag azt beszéltük meg, hogy az embriónak a másik végével foglalkozunk ma, illetve a másik végéből mi alakul ki, illetve a mai alkalommal ennek csak a vegetatív részével, ezért mondtam azt az elején, vagy fel volt vetítve, hogy vegetatív izgalmak, és utána pedig a jövő héten rákapcsolunk a generatív izgalmakra. Jó? Tehát a vegetatív izgalmak esetében az első lépés, ezek a jegyzetből vannak ezek az ábrák, csak ezt azért próbálom mutatni, hogy kicsit olyan néhány ember annyira aggódott, hogy még nem érhető el a jegyzet, meg fú az e-learningbe. Igen, tehát, hogy így néz ki, elérhető, és mondtam nektek, hogyha kirántjuk, ugye? Tehát ha kirántjuk a búzát, vagy egy angol perjét, a kirohansz most, mert nem bírod tovább, és kirántod a talajból, akkor ez fogad. Tehát egy hatalmas nagy gyökértömeg, és ez a hatalmas nagy gyökértömeg miből ered? Egyrészt ugye a főgyökérből, járulékosan a mezokotil részből származó gyökérágakból, ez volt az elsődleges primér radiáció, elsődleges gyökérképződés, de sokkal vastagabb és sokkal nagyobb tömeg van, ehhez viszont már ki kell emelkedni. Tehát ki kell emelkedni a talajból, és hogy kiemelkedik a talajból ez a kis pázsit fű, ugye, látjuk rajta a leveleket, itt sematikusan leveleket is rajzoltam, és valahogy óriási tömegben, ahol érintkezik a talajjal, megint egy csomó gyökérág fog behatolni a talajba. Az a gyökérág honnét hatol be? Nem más honnét, mint egy pázsit fű, ezért ez egy most nem a piros fénykardomat hoztam, hanem ezt a végnyabb, de nagyon szívós, ugye, bambuszt nem töröm el, mert akkor mindenki kétségbe esne, hogy még erre is képes vagyok, nem? Tehát azért nem, mert nem rongálom a bemutató eszközöket, tehát nézzétek meg, hogy ezen vannak, ugye, és valószínűleg már az elmúlt 2 hétben szórakoztatok ezzel, hogy ugye vannak rajta bizonyos bütykök, ezek a bütykök nem mások, ugye, mint nóduszok, na ezt ezzel jól meg tudom mutatni, látjátok, hatalmas nóduszok vannak, sőt, itt még keresztben, válaszfalként is mutatkoznak ezek a nóduszok, közben pedig ugye tudjátok jól, hogy a nódusz közötti területek, az internódiumok, tehát a szárköz
található. És ezekről a nóduszokról erednek a gyökerek, ez teljes mértékben érthető, ugye, mert a pázsit füveknek, most a búzánál vagyunk még, vagy valami másik pázsit fűnél, a pázsit füveknek a szára, az ugye szalmaszár, mondjuk ez egy kicsit úgy akar, ugye, ezért ez kemény szalmaszár, ez elfásodott. Hallottátok? Tehát a bambusz esetében ez a szalmaszál elfásodott, de elvileg majdnem üreges, tehát hogyha valaki úgy tanult a középiskolában, hogy a szalmaszál az egy nagy bütykökkel rendelkező, belül üreges szárról van szó, amúgy látszár, de nem csak ilyen van. Látjátok, itt például rekeszek vannak, sőt, vannak olyan szalmaszálak, mindjárt mutatunk olyan képet, majd ahol viszont tömött a belső rész, tehát gondoljunk a kukoricára, a cirokseprőre, ez volt ilyen régi közlekedési eszköz, vagy hogyha megnézitek, ugye, hát ugye most már ilyen műanyag közlekedési eszköz, de régen még ugye a populáció bizonyos része az ezzel a közlekedési eszközzel közlekedett, tehát ott is tömött a szár belső része, vagy a cukornád. Cukornádat fogjuk majd megmutatni, nagyon friss élmény. Rákcsáltuk a múlt héten, nagyon jó volt. Tehát vannak, de akkor mi a definíciója a szalmaszálnak? Hát az a szalmaszálnak a definíciója, hogy oké, hogy vannak rajta ilyen nagy nóduszok, de a fejlődése. A fejlődése, ami azt jelenti, hogy ezek a nóduszok alatt és a nóduszok felett még maradvány merisztémák, úgynevezett interkaláris merisztéma található, és ez azért jó, eleve azért nagyjából előfordul a növény világban, hogy bizonyos állandósult sejtek, szövetek is visszanyerik az osztódó képességüket, de gondoljátok, ahol pedig még eleve van úgymond maradvány merisztéma, az még jobban. Sőt, itt úgy történik a szárnak a növekedése a pázsitfüveknél, hogy a nódusz alatt felett lévő szövet, osztódó szövet differenciálódik, és ezáltal eltolja egymástól ezeket a nóduszokat, és látjátok, a végeredmény az lesz, hogy nagyjából egyforma hosszú internódiumok találhatók. Ezt a növekedést úgy hívjuk, hogy interkaláris növekedés, a pázsitfüveknek a szárára jellemző, és érthető, hogy innét erednek a levelek, innét erednek a, ha esetleg van rajta elágazás. Nagyon sok hazai pázsitfűnél ilyet nem látunk, hanem mondjuk a bambuszoknál az teljesen természetes. Illetve hát nem csoda, hogy innét erednek a gyökerek. Tehát innét erednek a gyökerek, és ezzel a gyökérrel, és nézzétek meg a képen, látjátok, a képen óriási tömegben jelenik meg. Ez az óriási tömeg, ez már a nóduszokról a talaj fölé emelkedett plumula, vagyis rügyecskéből keletkezett hajtás nóduszairól származik, és ez a kettő, illetve a három, tehát a főgyökér, a mellék, a mezokotilból származó gyökérágak, és itt látjátok, ezekről a nóduszokról induló gyökerek, ez a másodlagos radikációval, másodlagos gyökér képződéssel jön létre ez a nagy tömeg. Ezt meg azért szeretem, csak nem vágtam ki, de kivágtam. Kivágtam, módosítottam, képzeljétek el, most már nem keresem meg a másik diát, hogy amit rajzoltam a táblára múlt héten, ugye, hogy ez a főgyökér, ugye, ez a főgyökér, és három oldalgyökér pedig a mezokotilból ered, és ezt nagy élvezettel szoktam előadni, hogy átsejlik az én csodálatos rajzomból ez a valóságos, kicsirázott kis fiatal növényke. Ezt most tegnap kivágtam, tehát látszik. De ha így visszaemlékeztek a múltkori rajzra, de nem is kell visszaemlékeztek, igazad van, menjünk vissza, itt van ez, látjátok, itt van a gyököcskéből keletkezett főgyökér, a három oldalgyökér, és most gyorsan megyek előre, ezt így egy dián szoktam megcsinálni, most több dián vittük át, el tudjuk képzelni. Igazam van, tehát az elsődleges
Itt van az elsődleges gyökérképződés, itt pedig a másodlagos gyökérképződés. Ha megyünk tovább, ugye, egy borsó, vagy egy ilyen kis fiatal retek növénykét, egy kétszikű növénykét, és itt pedig egy pázsitfűnek egy fejlődő kis csíráját láthatjuk. Ezt azért tettem be ezt a képet, tehát amit mondtam nektek a múltkor, két héttel ezelőtt, hogy karácsony előtt, hogyha ültetitek az árpát, hogy ilyen kis zöld gyep legyen a karácsonyfa alatt, akkor ugye sokszor az a helyzet, hogy a zöld első zöld lomblevél tövében színes kis hüvelyszerű képlet látható. És akkor ezt most nem csak, hogy elmondtam a múltkor, meg is tudom mutatni. Ez volt az, ami az embriónál ugye a plumulát, a rügyecskét körbevette, ez a hártyás védi, ez volt ez a koleoptil nevű berendezés, tehát hogyha majd legközelebb a karácsonyfa alatt ott áhítattal nézi mindenki ezt a zöld gyepet, akkor elárulhatjátok a család többi tagjának, hogy ti tudjátok, hogy ez a kis hártyás berendezés, ez tulajdonképpen honnét van, és mi a funkciója. Most teljesen mindegy, ugye, hogy a pázsitfűről van szó, vagy pedig egy kétszikű növényről, mind a két esetben nézzétek meg, és ígértem, és itt is van. Tehát látjuk, hogy vannak a nóduszok, mindig innét erednek a levelek, mindig innét erednek az oldalágak, és vannak az internódiumok, ez két darab cukornád, és itt van a cukornád, nézzétek meg, a cukornádnak a belseje nem üreges, mint egy másik pázsitfűvé, hanem tömött, tele van szállító gyalábokkal, ezt lehet nyalogatni, kóstolgatni. A tünde szerint én nagyon barátságos voltam vele, én elrákcsáltam. Tünde szerint a kőzet gyapot íze van, mézbe áztatva. Na mindegy, ezt valakinek van alkalma, próbáljátok ki, nagyon-nagyon izgalmas lehet. És akkor, ha megyünk tovább, egy-két olyan kép van, ami a Kriska György, professzor úr, barátom, Eltén, a biológiai szakmódszertanon dolgozik, és most egy angol könyvet ad ki, növénymorfológiai növényszövettan, és az ő engedélyével már ilyen premier előtti. Csak majd vegyétek meg, angolul fog megjelenni a Springer jóvoltából. Én vagyok az egyik lektor, és ezért így megszereztem a képeket. De joggal, tehát megbeszéltem vele. És akkor egy-két képet mutatok onnét, és elnézést ezért az angol feliratért. Ha megnézzük, már a zsúrlóknál, tehát már a harasztók esetében a zsúrlóknál is nyomon követhetjük ezt a internódiumot, nódiumot, tehát nódusz és internódiumot, szárcsomót, szárközt, az oldalágakat mindenki zöld, és itt a levél, nézzétek meg most így, a levél az egyszerűen csak ilyen kis pikkelyszerű, körbenőtt képletként van rajta, olyan, mint amikor az első növényt megnéztük az első héten, például a Polygonum avicularénak ugye okreája, a pálha kürtője, ami körbeveszi ugye a szárat a levél alapnál. Itt mindössze ennyi a levél, igazából fotoszintetizálni majd a növény fog. És akkor még egy-két képet mutatok, hogy fejlődik, ugye miből fejlődik ki. Nem volt időm megcsinálni a kacsasült mellé a lila káposztát tegnap előtt, lusta voltam, és ezért be tudtam nektek hozni. Tehát a rügyből, tehát egy ilyen a káposzta. A káposzta, ugye a fejes káposzta, ketté vágott, az nem más, mint egy rövid szártagú képlet, rügy, és majd ez is meg fog nyúlni. Na most egy ilyen rügynek a keresztmetszeti képét mutatom nektek, és ugye vannak rajta még kívülről rügypikkely levelek. Ez egy olyan kérdést vet fel, hogy akkor most ez a rügypikkely levél, aztán ami belül van, az a fiatal hajtás, amiből majd levelek lesznek, meg szár, ez ugyanaz ez a rügypikkely levél ugyanaz lesz, vagy esetleg máshová tartozik? És ha már itt vagyunk, még egy képet megmutatok nektek, ez a bálvány festetében baromi tetszett, nagyon tetszett nekem. Tudjátok, a platánnál lehúztuk, a levél alap teljesen ráhúzódott a rügyre, ebben az esetben meg félig rejti csak el, és akkor utána pedig, mikor lehullik mindenki, akkor a levél
maradványaként ezt a ripacsot is megnézhetjük. Nem csak próbálok, tanulok a visszajelzésekből. Tehát volt olyan év, amikor decemberben rájött a társaság, hogy hát ennek milyen levele van, hát erről volt szó, vagy milyen szára, vagy virága van, volt szó szeptemberben, megtanultuk a növényeket, és decemberben meg rájöttetek, hogy ez összekapcsolódik. Ezért most úgy próbálok mutatni néhány növényt, vagy néhány olyan morfológiai bélyeget, amit előszedünk itt pusztán csak morfológiából, hogy hozzácsapom a fajokat is már. Tehát, hogy ez nem csak olyan légből kapott dolog, hanem van hozzá tartozó növény. És például a boglárka féléket azért kaptam elő, mert a boglárka félék a ranunkulációi család egyrészt egy ősi csoport, és nagyon sok minden van náluk. Nagyon sok minden van nálunk, és hogyha rátérünk egy kicsit, ugye, a szár, illetve a leveles szár nem más, mint a hajtás, a plubulából kialakult fölfeletti berendezés vegetatív elemzésére, ugye ott akkor két dolgot tudunk szépen egymás mellett végignézni. Az egyik az, hogy a szár, milyen a szár, milyen szártípusokat ismertek, és utána jön a levél. A levéllel eleve már sokat foglalkoztatok az elmúlt két hétben, meg ezen a héten, jövő héten van, aki már beszámolót csinál, oké, tehát annyira profi, tehát szinte már alig tudok hozzátenni. A szárakról azért csinálunk egy összefoglalót, ugye alapvetően milyen szártípusok vannak. Ugye alapvetően milyen szártípusok van, a megjöttek. Gyere. Tehát alapvetően van a lágy szár, a szalmaszár esetében, ugye, tehát, de ez egy speciális szalmaszár, ami a kezemben van. Az annyira lágy szár, hogy elpásodott. Tehát, jó, tehát, hogy azért a pázsitfüveknek tudjuk, hogy egy lágy szár, ezzel szórakoztam eddig, tehát ugye meg nem bírom elengedni ezt a botot azóta se. Tehát, hogy látjátok, arról van szó, hogy a pázsitfüveknél egy speciális lágy szár van, és azt úgy még boncoltuk az előbb. Jó, előfordulhat az, hogy fásodik, de nem kell messze menni, a mi nádunk is fásodik, ezért lehet ugye föltenni a tetőre, és akkor nád a házunk teteje, elénekelhetjük, most tehát nem énekeljük el, tehát mert mutogatni is lehetne közben, de nem. Tehát akkor egy lágyszár típust megnéztük, milyen lágyszárok vannak még? Tehát milyen lágyszár típust ismer még a társaság? Dudva. Hát ez, milyen a dudva szár? Hát milyen a dudva szár? Hát azt mondja fás. Azt neki fás. Tehát a figyelj, hát ez annyira hosszas küzdelem után rájöttem arra, hogy a dudva szárat hogyan lehet legjobban megjegyezni. Hát egyrészt az, hogy majdnem mindenkinek ilyen van. Így van. Van rajta, nézzétek meg, átvilágításos módszer, látod? Rávilágításos módszer, tehát vannak különböző ilyen oktatás technikai módszereim, ez a rávilágításos módszer, a világos folton látjátok jól, hogy a napraforgó, kedvenc napraforgó száramon, ugye van nódusz, levelek, tehát ez fontos, és mi az, ami még nagyon fontos? Azt mondjuk, a szomszédban X bácsi, nem mondok semmit, tehát nem mondjuk Karcsi, akkor az így ezzel így békében vagyunk. Karcsi bácsi a szomszédban már egy kicsit lüttyő lett. Azt mondjuk neki, hogy nem azt mondjuk, hogy meghűltél, ugye? Meg már elmentek otthonról. Pudvásodik az öregnek az agya. Ismeritek ezt a kifejezést? Pudvásodik az öregnek az agya. Ha nem tudnád, honnét van ez, hogy pudvásodik? Megfejtettem? Tehát megfejtettem. Ugye? Tehát, hogyha most egy ilyen napraforgó szárat, nem tudom, gyerekkorotokban, hogyha dühötöket ki akartátok ugye adni, vagy a szomszédnak imponálni, a kislánynak, vagy valami düh volt, akkor ugye mit csináltatok a száraz napraforgó szárral? Mit csináltatok? Jó! Szét kell verni! Ugye? Jól szét kell verni, és hogyha szétvered... Tessék,
Figyeljetek, figyeljetek a rávilágításos módszerrel. Most. Ugye, száll belőle ez a fehér, habszivacs-szerű berendezés. Mi ez a fehér, habszivacs-szerű berendezés? Morfológiai szempontból, most nem voltam olyan agresszív, mint a múlt évben. Állítólag olyan traumát okoztam a napraforgó szár szétverésével, hogy volt, aki még decemberben is alig mert bejönni a növénytan gyakorlatra. Ezt kivágjuk. Tehát vissza, örömmel jött be decemberben is, tehát annyira jól sikerült a tavalyi napraforgó szár szétverésem, sokkal jobb napraforgó szár, ez most már csak a maradék, hogy valakit még decemberben is alig lehetett leállítani, hogy bejöjjön a növénytan gyakorlatra. Ez a verzió jobb. Jó? Tehát, ha megnézzük ez a fehér erenhíma, ami tulajdonképpen levegőt tartó alapszövet, gyermekeim, ez a pudva. És amikor azt mondjuk, hogy Karcsi bácsi a szomszédban, akkor pudvás az agya, persze. Nem vagyok állattanos, az előttünk volt, vagy nem tudom. Mindegy, után nem bántom őket, mert nagyon jól csinálják. Tehát, hogy a szürke állomány rovására a fehér állomány mennyisége megnő. Aha! Tehát, hogy pudvásodik a szomszédnek az agya, nagyon udvariasan adjuk a tudomására, hogy kicsit meghűlt. Ugye? Tehát ez a pudvásodás, és így szól ez a csodálatos definíció, hogy az a leggyakoribb lágy szár, ahol vannak nóduszok, meg indulnak levelek, és ráadásul abban a szárban, amin belül vékonyabb vagy vastagabb formában ugye megvan a pudva, akkor tudjuk közösen mondani, hogy az a szár nem lehet más, csak a hangosabban. Tehát, mikor a bej... Egyszerre, most! A szárat nem kell hozzátenni, kezdjük előről. Tehát akkor még egyszer nekifutunk, jó? Tehát akkor Igen, tehát jó, tehát akkor megjegyeztük, hogy ez a leggyakoribb lágyszár típus. Milyen lágyszárakat ismertek még? Rajzolok. Igen, jól van. Mit rajzoltam? Sematikusan bármit bele tudunk magyarázni, ugye? Bármit bele tudunk magyarázni, lehet ez lándzsás útifű, ugye? Mi pongyol a pitypa, igazad van tündérke, mit mondtál? Balerina. Tényleg. Tehát ezt nem gondoltam, hogy ennyire jól rajzolok, nem? Tehát egy balerina. Azért remélem, nem kell felvennem ezt a szoknyát. Tehát látjátok, ugye, itt... Nagyon, te jól csinálod. Tehát mit akartam rajzolni? Tehát le akartam rajzolni nektek, ugye, vagy egy utifüvet, vagy egy marha, mit még? Százszor szép, jó. Utifű, százszor szép, pongyola, pitypang. Ezeknél mi a jó nekünk, hogy kettőféle szártípust is el tudunk különíteni. Az egyik az, ahol a levelek ilyen sűrűn erednek, és tőlevél rózsát hoznak létre. Ez melyik lesz? Nagyon szuper vagy. Ez lesz a tőszár. Ott ugye nagyon közel vannak egymáshoz ezek a nóduszok, egy rövid szártagú képlet, szuper, és utána pedig egy ilyen hosszú szárrész következik, és rendszerint azoknál a növényeknél, amelyek évelők. Tehát tőlevél rózsája van is évelő, pongyola, pitypang, százszor szép, utifűvek nagy része. Utána egy olyan szár keletkezik, aminek a csúcsán mi van? Egy virág, vagy egy virágzat, a balerina csodálatos fátyollal fedett arcoskája, fejecskéje látható. Tehát itt ez tényleg nagyon, ez pontosan ugyan. Tehát itt ez a szárrész pedig mi lesz? Minden tével kezdődik. Tőkocsányról,
Volt tőlevérrózsa, volt tőszár, és ez pedig tőkocsány. Tehát megnéztük itt rögtön két szár, lágyszár típust is meg tudtunk nézni, a tőszárat és a tőkocsányt. Milyen lágyszár típus van még? A palkaszár, milyen a palkaszár? A palkaszár, ugye, a palkaszár, a kukacos, nem mondok jelzőket, nem túl barátságos főnök, a szemétláda mocskos aljas, ugye, aki mindig akadékoskodik, nem én. Tehát mindig, ezt nem vágom ki. Tehát aki mindig gáncs, keres valami problémát, ugye? És ugye, hát aki a kákán is csomót keres, tehát innét van az, hogy a kákán is csomót keres, ez az, ami mindig keres valami problémát. Mert ugye mindig keres a száron, a száron mindig keres nóduszt, és nincs. Mert a palkaszárnak két típusa van, ha valakinek otthon van vízipálma, nekem is volt, hála Istennek már kiszáradt, tehát nem öntözöd, előbb-utóbb azért elpusztul. Tehát van remény. Tehát a vízipálma, meg nem tudom én, a tavikáka. Vízipálma helyett lehet mondjuk egy nílusi papírus is. Kettő típus van. Az egyik esetben az a helyzet, hogy itt alul baromi sok nódusz van egymás mellett. Egyetlen internódium van, és erről az internódiumról erednek a virágzatok. A másik eset pedig, hogy alul egy van, és közép felül van barha sok, és innét sok levél és virágzat ered. Ilyen például a papírus. Na most azért, ha megnézzük most a ranunkulácei családból vett példákat, akkor nézzétek meg a dudvaszárra. Kettő növényt is hoztam. A saláta bogdárkát, meg a tavaszi héricset, mind a kettőnek dudvaszára van. És akkor ugye még az is érdekes, hogy a saláta boglárkánál itt gyökérgumbó, tehát ilyet is tudok mutatni. A tavaszi héricsnek pedig ez már nem más, ugye, mint mi lesz egy gyöktörzse, erre majd még akkor mindjárt visszatérünk. Hú, aztán mit találtam? Tehát igen, itt van még a boglárka féléken belül nem csak látszár, hanem fászár is lehet. Nem véletlenül van benne a társaság 50 növényében, ugye, az iszalag, és akkor itt nézzétek meg, ilyen jellegű tőkocsányokat is tudok mutatni, tehát hogy a hunyoroknak is tőkocsánya van, vagy a kökörcsineknek is például tőkocsánya van, és az ibolyát, meg az árvácskát ismerjük, és az ibolyának és az árvácskának milyen szára van, nem az egyéveseknek, hanem itt tavasszal gyűjtögetsz a kis tündérkének csokorba szedve, ugye, hogyha megnézed, ennek is tőszára van. Tehát nagyon érdekes, hogy az ibolyánál tőlevérrózsa van, tőszár, és mivel az előbb már mondtam évelőfaj, és az évelőfajoknál rendszerint ebből a tőszárból, nézzétek meg, egy tőkocsány emelkedik ki, aminek a végén van az a csodálatos virág. És hogyha megnézzük a fás szárakat, hát ugye azok lehetnek fák, bokrok, félcserjék, itt előre vetítettem, most karácsony lesz, de húsvétot is, mindjárt itt lesz, készülünk rá. Ugye a barka, tehát ezt viszük világvasárnap, viszik, mit tudom én, világvasárnap a templomba, egy bokor, és akkor egy-két ilyen, inkább tényleg csak egy-két meglepetés fás növényt is betettem, például ezt gondoltam rá, hogy a keleti előtt ott a lyukkát ültették, és akkor csinálok egy olyan fotót, hogy beállok a lyukka közé, és akkor lefotózom magam, selfie. De aztán rájöttem, hogy a rendőr is értékelné, úgyhogy azért ezt nem készítettem el, de látjátok talán, hogy Budapesten is egyre több lyukka van például, ültetve, nagyon jól bírja a városi környezetet, de hát hogyha egy kicsit délebbre megyünk, vagy melegebbre, akkor ezek a lyukák picit magasabbra nőnek, tehát itt lehet látni, nézzétek meg, sőt, ez egyszerűen törpe, volt olyan, hogy nem fért bele a képbe, tehát ilyen 5 méter magas, de a megnövő speciális fás szára van,
meg is pihentem itt a tövén, látjátok? Vagy egészen megdöbbentő, tehát tényleg a dracéma drákó, ugye a sárkányfának egy egészen speciális egyszikű növény, és teljesen speciális másodlagos vastagodása is van, és ugye itt ezek a sebek, ahonnan itt kifolyt belőle a vérvörös, azért sárkányvér, gyantaszerű képlet, és akkor ezt föl lehet használni különböző szempontok alapján, tehát mit tudom én, a bútoriparban. És ami a legmegdöbbentőbb, ugye, hogy ezek is ilyen meglepetésfás növények, de a legizgalmasabb a páfrányfa. Most nézzétek meg, páfrányfa erdőben vagyunk, de mielőtt azt hinnétek, hogy így összemontíroztuk a képet, és hát tulajdonképpen ez egy ilyen kis vacak, most nézzétek meg, itt vannak a méretarányok. Itt van tünde, és ott a páfrányfának a teteje. Itt egy ilyen szakállas fiú, ugye? Itt is csodálkozik a páfrányfán. És akkor ez volt az utolsó, amit itt megbeszéltünk, hogy ugye a palka szár, és akkor amit felrajzoltam a táblára, hogy az egyik esetben például mi ez papírusz, a nílusi papírusznál itt fönt a szár felső részén van rengeteg nódusz, és onnét ered sok levél plusz virágzat. A tavi káka, illetve hát ez a bulboszkőnusz, a szikikáka esetében pedig alul van nagyon sok nódusz. Ez a szár teljesen végig levéltelen, és nóduszmentes, és a csúcson található egy nódusz. Összefoglalásként megint betettem a jegyzetből ezt az ábrát, és ezzel ismerkedjünk, jó? Tehát ismerkedjünk. Aztán nem, mint ahogy a gyökérnél is, voltak az alapfeladatokat ellátó gyökerek, és voltak a különcök, ugye? Tehát a különcök, akik azt mondta, hogy nem csak felszívok neked, meg rögzítelek, hanem még plusz feladatokat is ellátok. Tehát voltak a gyökérmódosulások, hát így a szár esetében is vannak különböző gyökér, nem gyökér, szár esetében szár. Szármódosulások, amit úgy szoktunk osztályozni, hogy a föld feletti szármódosulások, meg a föld alatti szármódosulások. Hát milyen föld feletti szármódosulásokat ismer a társaság? Hú, de jó volt levegőt vennem, hogy nem beszélek folyamatosan. Igen, tehát például nézzétek meg, itt van egy posgás. Túlmentem? Ja, itt van, látjátok, egy posgás szár. Egy euforbia esetében nem csak a kaktuszokra, hanem az euforbiákra is jellemző lehet, hogy víz raktározásra módosult száruk lehet. Vagy nézzétek meg ezt a csodabogyót, ruszkuszt. A csodabogyónál, hú, azt a minden itt rögtön a levélen van a bogyó, a bogyótermés, és hogyha rögtön a levélen van a virág, tehát itt láttok egymás mellett, ez azért marha jó, és nem az aszparáguszt, a spárgát tettem be, mert az ott annyira nem olyan egyértelmű, mint itt a csoda bogyónál, hogy teljesen levélformájú szára van. Ugye? Tehát teljesen levélformájú szála van, ezt úgy hívjuk, hogy fillokládium, és közvetlen ezen a levélszerű, de száron vannak a virágok, és található a termés is. Vagy a békalencse. Átmentünk állattamba. A békalencse. Tehát a békalencse is, nézzétek meg, ez is egy fillokládium, tehát levélszerűnek tűnik, de gyakorlatilag szárról van szó. Ezen találhatók a virágok, és akkor erről erednek a gyökerek is. Milyen módosulás van még itt? Azért még tettem egy ilyen csoportot a társaságnak. Ugye a ágtöv is, itt a parkban is van a lepényfánk. Ez micsoda? A szőlőnek az ágkacsa. Javaslom, ha esetleg még nem mondtam volna, és valaki még nem rohant volna, és nem követné, és nem nézné. Van egy kiváló YouTube sorozat,
a botanikus a konyhában. A lényeg az, hogy a Bódis Judit kolléganőmmel a Szőlő című akciófilmet nézzétek meg, nagyon jól lerajzoljuk, elmondjuk, hogy miért ák kacsa szőlő, és miért ilyen cikcakos és nem teljesen egyenes egy ilyen szőlővenyige, de valószínűleg az van a hátterében, hogy ez nem egy levél, hanem egy ákkacs, és akkor hát ugye itt a szamóca, nem eper, az a fán van, ugye a szamócánál pedig lehetnek indák. Tehát ezek azok, amik gyakran találkozhatunk, és akkor a másik társaság pedig, és talán ez esetleg egy kicsit izgalmasabb, ugye a talajban lévő módosult szárak, ezzel kezdtük. Amikor ide felrajzoltam középre, ide felrajzoltam, ugye a páfrányt, ez volt az első rajz, amit közösen élvezhettünk itt ebben a teremben, ugye nem árultam el, csak azt láttuk, hogy nagyon sűrűn jönnek egymás mellett a gyökérágak, és most már tudjuk, hogy ezek a gyökérágak valószínűleg a nóduszról erednek, tehát közel vannak egymáshoz a nóduszok, de lehet, hogy távol foglalnak helyet. Ha távol foglalnak helyet a nóduszok, de még bocsánat, még ez az inda. Ja, ez nem a tarack, nem szóltál. Hát ez nagyon érdekes. Nézd, mi mindig az indánál vagyunk, hát ez tök szuper. Tehát nem csak a szamóca megszokott indája, meg itt láttuk most a kerek repkényt, hogy futkározik ugye a talajon, nem véletlenül földi borostyánnak is hívjuk, a pázsit füveknél is lehet inda, a csillagpázsit is indázhat, de indázhat, nézzük, itt csillagpázsit, mi indázhat még? Ugye? Nézzétek meg, a náb. Igen, tehát nem látod, a követ itt van. Tehát milyen hosszú, tehát még a nábnak is lehet ilyen baromi hosszú indája. Ha nem látod még, hogy ez milyen hosszú, akkor megmutatom. Egy ilyen több méter hosszú. Ki lehet a tulajdonos, ez a rövidhajú, fekete... Nem is, hát voltam ilyen... Hát ezért lehet, hogy nem kellett volna megmutatni ezt a képet. De mindegy. Szóval, tehát itt lehet látni, a lényeg ugye az inda miatt volt. Megtaláltam ezt a képet, és akkor itt nagyon jól látszik, nézzétek meg, nagyon jól látszik, hogy itt a nóduszokról a gyökerek, illetve a hajtás is indulhat. Itt is van egy összefoglaló tábla, vagy egy ábra. Majd felteszem az e-learningre, most már megtaláltuk egymást. És akkor most jutottunk el a talajban lévő módosult szárakhoz. Ugye az előbb már előadtam itt nagy lelkesen, hogy a páfránynál az milyen volt, az volt a gyöktörzs, de majd nézzünk rá példát rögtön. A másik pedig, hogyha távol vannak egymástól ezek a nóduszok, tehát hosszúak az internódiumok, akkor nem más, mint Solo, tehát a Han Solo is ebből van. Meg is kerestem a múltkor Harrison Fordnak egy egészen fiatal képét, amikor még ott a... De azt most nem találtam meg, tehát ugye nem tudom megmutatni, pedig nagyon élve. Tehát a szóló, látjátok, az nem más, mint a tarack, taracbúza, és akkor itt van egy rizóma, nem csak a páfránynál, hanem például, nézzétek meg, a nád esetében is láthatunk ilyen rizómákat, vagy nem is kell messze menni, ezért hoztam ezt a demonstrációs anyagot, tehát nézzétek meg, hogy mi ez? Bambusznak, a kínai botnádnak mérhetetlen gyökértömeggel rendelkező rizómája, ami a talajban akár több tonnány is lehet, és akkor egyszerre egy-egy példánynak, és erről emelkedik ki ez a földfeletti hajtás. Aha, na most, ugye? Egyik házi feladat volt két héttel ezelőtt, én emlékszem rá, de azért nem volt baj, hogy megkérdeztem. A krumpli, ugye, a krumpli, tehát, hogy a krumpli milyen eredetű.
gyökér vagy szár, de mindenképpen tudjuk, hogy a krumpli az valami gumó, ugye, hogy akkor most az most szár eredetű, vagy gyökér eredetű, remélem a tábla nem tűnik el, mint a múltkor. Nem tűnt el. Hogy a krumpli az most gyökér vagy szár, nézzük végig. Kitrajzolok a táblára, ugye kapával a kezébe anyukám, lendülettel, ez a haj, hajnak, látszik, hogy ez a három szál haj, a lobog a szélben, lendülettel csokva ományban, terjesztem ezt a nagyon értékes település nevet, én ott születtem, csokva ományban, és a csokva ományban anyukám krumplit ültet tavasszal, látjátok, lendülettel. Mit csinál a mama? Kiássa a krumplinak a gödröt, beledobja most már a mikrogumót, már csak az örök vadászmezőkön kapál krumplit. Na mindegy, de nagyon aktív volt, 88 éves koráig, addig ilyen lendülettel dolgozott, beledobta a krumpligumót, ugye látjátok, beledobta, mit csinál következő? Lefedi. Ez eddig oké, rendben? Igen. A krumpli gyökerezik, kihajt, meghozza a leveleit, pontosan, akit már eljutott eddig a botkertbe, az tudja, hogy a krumplinak pontosan ilyen a levele, amit most így felrajzoltam a táblára. Ugye kihajt a krumpli, mit csinál a mama, következő lépcső mi lesz? Így van, azt mondja, betakorja, fölágyázza, annyira jól hallok. Tessék? Bakhátat készít a mama, tehát itt nézzétek. Fölhányja a fiatal krumpli körül a földet, miért hányja föl? Így van, a száráról fénytelen körülmények között hajtások, sárga, mindenképpen szintelen hajtások indulnak, és ezeknek a hajtásoknak a végén találhatók, ugye, és ott alakulnak ki a krumpli gumók. Tehát ezért mondjuk azt, hogy a krumpli az egy águmó, tehát nem a főtengelynek, mint a ciklámennek mondjuk, nem a főtengelynek a szár része vastagodik meg, hanem az oldalágak, és itt az oldalágak speciálisak, ezek az oldalágak a földben kialakult, módosult szárrészek hosszú internódiumokkal, vagyis a krumpli esetében rögtön két föld alatti módosult szárat is meg tudunk különböztetni. Az egyik lesz ugye a tarack, tarackja is van, és a végén pedig águmója is előfordul. A másik házi feladat mi volt? A másik házi feladat az volt, hogy a primőr zöld hagymát, hogyha eszitek, ugye, akkor most ki mit fogyaszt el? Utána gondoltatok ennek a dolognak, hogy a zöldséges, amikor azt mondja nektek, hogy drága tündérvirág szál, ugye lecsavarom a szárát, lecsavarom a levelét, lecsavarom a zöldjét, tehát különböző ilyen kategóriák vannak, én a zöldségesekkel szoktam néha morfológiai vitába keveredni, általában vesztek, mert azt mondják, hogy én ehhez nem értek. Tehát, és akkor így ilyenkor nem szoktam vitatkozni. Gyakorlati szempontból igazuk van. És akkor lecsavarja a zöld. Tehát miért csavarja le? Miért lesz ez nekünk különben annyira baromira érdekes? Tehát ugye azért lesz érdekes, mert gyakorlatilag a levéllel már mindenki foglalkozott az elmúlt időszakban. Tudjuk azt, hogy a levél esetében borzasztó meseszerű dolog, mert három részből áll a levél, ugye egyes a levél alap, kettes a levél nyíl, és hármas a levél lemez. A pázsitfűek, van pázsitfű is, ugye van pázsitfű is
a morfológiai anyagban most az elmúlt három, vagy a következő, vagy elmúlt időszakra, mostani időszakban. És miért volt érdekes a pázsitfű levél? Mert a pázsitfű levél egy olyan levél, ugye ha visszaemlékeztek, van akivel nem tudom, találkoztam már, vagy nem, hogy a levélnyél az hiányzik, tehát gyakorlatilag egy ülő levélről van szó, és a levél lemez közvetlen kapcsolódik a levél alaphoz. Hogyha ezt itt felrajzolom a táblára, azt mondjam, hogy jön ez ide a primül zöldhagymához? Hát ez már mindjárt kiderül, tehát nem kell nagyon aggódni. Igen. Tehát, hogyha megnézzük, ugye a pázsitfűvek esetében van egy levéllemez, és közvetlen kapcsolódik a levél alapból képződött hüvelyszerű képlethez, amit úgy is hívunk, hogy levélhüvely. Itten szórakoztunk, hogy a párkapcsolati viszonyok növénymorfológiai megjelenése, hogy mindenki kicsit erőködhet még a kapcsolaton túl, és akkor találkozhatunk nyelvecskével, meg fülecskével. Most pillanatilag azzal nem foglalkozunk, hanem ugye arról van szó, hogy itt egy ülőlevéllel találkozunk, és ez az ülőlevélnek levéllemeze és levélhüvelye van. Hogy néz ki egy ilyen primőr zöldhagyma? Hát a primőr zöldhagyma keresztbe vágom, itt van a zöld, sematikusan rajzoltam, a gyökér, ugye egy primül zöldhagymánál levághatjuk a gyökeret, van, aki azt teszi, volt egy olyan diákom, aki mondta, hogy ő szeretne primül zöldhagyma gyökeret, azóta gyűjtögetjük neki. És akkor onnét, ami megyünk fölfelé, ugye mit látunk? Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy ez a zöld levél rész, ez a levéllemez, és a fehér az nem más, mint a levélhüvely. Tehát a levél alapból keletkezett levélhüvely, tehát hogyha valaki a fehéret fogyasztja, azt a levélhüvelyet fogyasztja el, aki pedig a zöldet, a levéllemezt. Nézzétek meg a primőr zöld hagymát, még ahol találkozik a kettő egymással, még egy kis 1-2 milliméter magas hártyás képződmény is található, ami nem más, mint ebben az esetben is a nyelvecske. Tehát ott is van a hagymának is, van nyelvecskéje, mint egy pázsitfűnek. Miért rajzoltam ezt segítségként ugye föl a táblára? Mert hogyha megnézzük, hoztam két most mindjárt, hogyha rajzolom, akkor rá fogtok jönni, hogy miről van szó. Igen. Tehát segítségként hoztam még két elég jól ismert növényt, ugye a vörös hagymát, meg a fokhagymát. A vörös hagymának a felépítése, mit tudtok róla? Tehát mit a vörös hagymából mit teszünk meg? Hát, hogyha ezt most így ketté vágnám, nem hoztam kést, ketté szoktam vágni, és akkor utána könnyezhet az első sorban, meg főleg az ilyen VIP-s helyen ülők, ugye könnyezhetnek, tehát a ketté vágom. Ugye van belül az a húsos levél, ugye? Azt szoktuk elfogyasztani. Miből ered ez a húsos levél? Hát tudjuk mindig, hogy a levél mindig szárról ered, tehát gyakorlatilag akkor arról van szó, hogy ott van egy ilyen háromszög alakú képet, amit úgy hívunk, hogy tönk, onnét erednek a levelek, és akkor még egy dolgot be tudunk vezetni, hogy ezek a levelek a lomblevelek szintje alatt fordulnak elő. Tehát a lombleveleket is akkor eredetik szempontjából lehet osztályozni, tehát vannak a lomblevelek szintje alatt található levelek azok allevelek lesznek, ami meg majd fölötte lesz az fellevél, és hogy teljes legyen a kép, akkor ugye van még a sziklevél, azzal kezdtük az egész bulit. Oké. Van egy típusú húsos allevél, amit elfogyasztotok, és ez a barna, kívül ez a barna, ez mi? Mi ez a barna? Azt mondja, ezt nem szoktuk megenni, de nagyon kiváló köhögés ellen. Ezt most nem azért mondtam, mert köhög a társaság egyharmada, hanem azt mondja, ez a héja, tehát a hagymának a héja, nagyon jó. Tehát a hagyma egy megközelítés, a hagymának a héját, ezt a barna berendezést, ezt ugye érdemes teának megfőzni, ez nagyon jó köhögés ellen, gyerekeimnek is mindig ezt adtam, amikor köhögtek, egyszer ittak belőle, utána nem köhögtek. Inkább nem köhögtek, csak ne kelljen még egyszer inni.
Tehát ennél jobb köhögés csillapítót nehéz elképzelni, és akkor azt mondod, hogy héja. De hát azért most nem állattanon vagyunk, hogy akkor karvaj, héja, meg ilyeneket kéne megbeszélnünk. Tehát mi ez a barna? Azt mondja, hogy hát hogyha visszagondolunk a korábbi ismereteinkre, akkor azt is elő szoktuk adni, hogy van a húsos allevél, amit megeszünk, ugye? És van a külső barna buroklevél, ugye? Valami ilyesmire emlékszem. És mind a kettő allevél. Milyen szára van a vöröshagymának? Valamikor megkapjátok a primőr zöld hagymát, az jó kemény ott középen, mert átvertek, ugye? Beletettek ilyen kemény valami, azt nem akarjuk megenni, nem bírjuk elrágni. És hogy megnézed közelebbről, az ugye a primőr zöldhagymának a csúcsír ügyéből fejlődik, nagyon kemény, semmilyen nódusz nincs rajta. Képzeljétek el, hogy a vöröshagymának is, és a fokhagymának is, mind a kettőt mutatom egymás mellett, a fokhagymának is tőkocsánya van, virágzatban végződő, nóduszok és levéltelen. De hát basszus, főleg a fokhagymát, ha megnézitek a kertbe, egy csomó levél olyan, mintha indulna a szárról, átver bennünket. Arról van szó, hogy számos levél található a fokhagymának a szárán is, aki itt fönt van, van a levéllemez, és a levél hüvely az egészen jön lefelé. Aki egy szinten lejjebb van, az mondjuk 3-5 centivel lejjebb, az ezt a levelet, a levélhüvelyt körbeveszi, az ő levélhüvelye, és az is jön lefelé. Aki egy szinten lejjebb van, akkor azt a levelet veszi körbe. Ha rajzolnám, akkor ez így néz neki, hogy itt van a tőkocsány, itt van a felső levél, ennek a levélhüvelye jön lefelé. A következő levél, ami itt található, ennek a levélhüvelye innét jön lefelé. A következő levél, ami itt található, ennek a levélhüvelye innét jön lefelé. És ez a levélhüvely eltűnik? Nem. Tehát nem tűnik el, hanem ez a levélhüvely alsó, kiszélesedő része minden esetben körbeveszi a mi hagymánkat. Jó, persze ez egy ilyen elszáradt képlet, és főleg, hogyha a fokhagymát megnézzük, akkor itten, ugye, egy csomó ilyen levél réteg, elszáradt képlet hámozható le róla, mert gyakorlatilag ennyi levél volt, és egymásban, mint a teleszkóp vagy a vipera. De nem az állat, hanem a... Igen, tehát ez így összetolható, tehát gyakorlatilag, amit eddig úgy gondoltunk, hogy a vöröshagymának is kétféle allevele van, tehát van a húsos, elhúsosodó középs, és van kívül az a barna buroklevél, az a barna buroklevél, vagy a fokhagymának ez a barna buroklevele, azt képzeljétek el, nem más, mint a lomblevél levélhüvelyének az alsó, kiszélesedő és odaszáradt hártyás berendezése. Tök jó, ugye? Erre még te se gondoltál, pedig van, aki képzettebb morfológiából. És hogyha szétszedem ezt akciósan vettem tegnap, tehát azért merem szétszedni. Tehát szétszedem a fokhagymát, akkor gyakorlatilag a cikkeket, hogyha megnézzük, a cikkeknél van egy külső keményebb buroklevél, na az allevél, és utána pedig van egy másik allevél, ami körbeveszi a rügyet, és azt szoktuk megenni, és hogyha otthon néha tapasztaljátok, hogy ebből a fokhagyma gerezből vagy cikkből egy zöld hajtás kinő, hát persze, és akkor ezt tudjuk elültetni, mert gyakorlatilag ezek inkább egy rügyek, középen van egy rügy, illetve egy allevél, egy húsos allevél veszi körbe. Tehát azért volt házi feladat ez a kettő, hogy egy kicsit közösen fejtsük meg. Ugye, közösen jöjjünk rá, hogy milyen morfológiai izgalmak vannak. Hát látom, hogy mindenki teljesen izgalomba jött, most már látom, hogy teljesen izgalomba jött. A társaság ezektől, és akkor tessék, itt meg lehet nézni,
hogy milyen földbeli módosult hajtások vannak, amit eddig kihagytam, volt gumó, volt hagyma, a hagyma gumó a kikerics, tehát az őszi kikericsnek a gumóját, hagyma gumóját ősszel, meg tavasszal. És akkor még azért tettem be, hogy ezek az áttelelő szervek, volt már itt rügyről szó, volt szárról, ez azért is érdekes, mert ebből kifolyólag, hogy mivel telel át, mivel vészeli át a növény a kellemetlen időszakot, a különböző életformákhoz jutunk el, és a jegyzetben is ezért itt a szárak végén az életforma előkerül, ami többször majd elő fog még nektek kerülni a tanulmányok során. És akkor itt van az, amit egy igazi matenövény, zöld-fehér, a fehér azt most már tudjuk, hogy a levél hüvely, a zöld a levél lemez, itt földaraboltam, levágtam lóra a gyökeret, nézzétek meg, itt van a levél hüvely, aminek a végén teljesen, de jó, ott van az a nyelvecske, mintha egy pázsitfű lenne. A leveleket csoportosítva, és itt picit átfutunk ezen, a leveleket csoportosítva, ugye vannak a sziklevelek, hogy lássátok, összeszedve allevelek, lomblevelek is, és utána a fellevelek, sziklevelekből itt a Kriska György által készített fotókból hoztam egy, nézzétek meg, egy kukorica, illetve egy babnak a sziklevelét, nagyon, nagyon látványos. A lomblevelek közül csak egy-két példát tettem be, a levél hüvely, nem csak a levele, tehát nem csak a pázsitfüveknél, és nem csak a liliomféléknél és a hagymánál, hanem például az ernyősöknél is, nézzétek meg, vannak levél hüvelyek, adta fiatal hajtást védi, ez fölnagyítva az első között a Polygonum aviculare, tehát a madárkeserű fű, a poligonáceai családnak a, itt nézzétek meg, ez a okrea, a pálha kürtő, amit közvetlen a nódusz fölött ered. A levelekkel nem szeretnék sokat foglalkozni, csak összefoglalóként tettem be ide egy-két képet, úgyis fogtok vele foglalkozni a gyakorlaton. Itt az azért érdekes, a ruccaöröm esetében nézzétek meg, hogy a levelek gyökérré alakulnak, tehát még a levelek is módosulhatnak. A levelekkel lehetne még sokat szórakozni, de azért van a gyakorlat, és azért is néztünk meg egy csomó élő növényt, és akkor haladunk tovább a fellevelek irányába. A fellevelek azok gyakorlatilag két csoportra oszthatók, a virág, virágzat körül lévő fellevelek, murva levelek, ami előkerült például egy ajakos, itt a mezei zsája, illetve hát a ligeti zsáját tettem be, ezek látványosabbak, mint a levendula, amit megnézünk a botanikus kertbe. Látjátok, itt a virágzat alatt színes, bordó fellevele van, vagy a fészkesek, hát a fészkesek azok aztán igazán csalók a módon, külső, a fészket övező fészek pittyei levelekkel különböző. Itt az egyik a bojtorján bogáncs kérdése, ami az egyik egy ilyen vesző paripámára, amire mindenképpen vissza fogunk térni, vagy a pongyola pittypangot nézhetitek meg közelebbről. Mikor ezt így sokszor megkérdezem, hogy a pongyola pittypangnak ez a külső zöld berendezése mi, az szokott lenni a válasz, hogy csészelevél, és hogy ennek mi az oka, mi a gyökere, az pedig képzeljétek el, egészen az óvodás korig nyúlik vissza. Ez, hogy most pontosan mi, ezt most nem fejtjük meg, hanem csak feldobtam ezt a dolgot, itt még mutatok itt egy ilyen egészen speciális, tehát hogy a tölgyek esetében ez a kupacs, az is egy speciális fellevél. A következő alkalommal rajzolni fogunk közösen. Ez egy korábbi rajz, látjátok, hogy most ezzel remélem, hogy nem riasztok el senkit, hogy most akkor véletlenül se jövök be, megnézzük, visszamegyünk egy kicsit a gyerekkorba, a gyerekkori mesékhez, az óvodáskorba, és onnét futunk neki közösen a nem a murva leveleknek, hát azoknak is, a murva leveleknek is, és a virágtakaró leveleknek, mert a felleveleknek a másik ilyen csodálatos csoportja, ugye a virágot alkotó virágtakaró levelek, illetve ivarlevelek, és
eljuthatunk egészen izgalmas virágig is, mint például itt látjátok, ami az egyik ilyen kedvencem, ami nem más, mint a Golgota virág vagy passziflóra, ebből van a marakuja, és iszonyatos mértékű változatosság lehet ebben az egyfajban is, nem beszélve az összes többi növény virágáról is, úgyhogy a következő héten ezzel folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm.